Sziasztok, Szilágyi Anett vagyok. A Mad Scientist-nél 2018 ősze óta dolgozom. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi az a megfelelő szó az én pozíciómnak a leírására. Sajnos nem sikerült, mert annyiféle dolgot csinálok a Mad Scientist-nél, hogy nincsen egy szó rá. A pénzügyi részében nagyon sokat segítek, főleg azt igazából a cégnél én csinálom, illetve amik még főbb feladataim közé sorolnék, a számlázások, a beszállítókkal való kapcsolattartás, fuvarok szervezése, mint külföldre, belföldre. Reggel ugye elkészítem a számlákat, elküldöm a szállítmányozási cégnek, illetve a futárszolgálatnak azt a listát, hogy éppen aznap mit kell kiszállítaniuk. Ezután a raktárral szoktam egyeztetni, átnézzük, hogy mik a legfontosabb és leggyorsabban elvégzendő feladatok. Úgy érzem, hogy talán én vagyok a kapocs egy kicsit a raktár és az iroda között. Szoktam sokat viccelődni azzal, hogy talán itt kicsit én vagyok mindenkinek az anyukája a főzdében. Nagyon fontos nekem az, hogy mindenkinek jó kedve legyen. Hát, mint ahogy az elején hallottátok, a vezetéknevem Szilágyi, ez nem csak egy véletlen egybeesés, hanem az alapítótag Szilágyi Tamásnak vagyok a húga, és nem titok, hogy így kerültem ide a céghez. Nagyon régóta figyelemmel kísérem ugye az elejétől a Mad Scientist-nek az alakulását. Fontos volt nekem, és talán mindig is ide vágytam. Nem szerettem volna azt, hogy a főnöknek a húgát lássák bennem. Tehát én teljes értékű tagja szerettem volna lenni a csapatnak, ami úgy is gondolom, hogy talán sikerült, illetve biztos, hogy sikerült, mert befogadtak, és én úgy gondolom, hogy igazából szeretnek. És én is őket.